Munkás és ifjúsági művelődési házat avattak Dunaújvárosban, egy majdan megszülető kulturális központ első részét. A megvalósulás szinte az egész város összefogása segítette, és központi szerveink is komoly támogatást nyújtottak. Méhes Lajos, a Vasas Szakszervezet főtitkára nyitotta meg a közönség előtt. 29 klub és szakköri helyiség működik itt, ahol gyönyörű környezetben a legidősebbek éppen úgy valóban második otthonra lelnek, mint a kisiskolások, a csillagászat után érdeklődők, nyelvet tanulni kívánók, vagy a szabad egyetemek, munkás akadémiák jövendő hallgatói. Sófalvi István, a városi tanácselnöke pontosan tudja, hogy milyen fontos létesítmény született itt az elmúlt évben. Hát a Dunaújvárosi Munkásművelődési Otthon a negyedik ötéves tervünk egyik legnagyobb beruházása kulturális vonatkozásban. Mennyien élnek most itt a városban? Ma néztük meg az állami népesedés nyilvántartás előkészületei során, Dunaújvárosnak 54.500 lakosa van ma. És ha azt mondom, hogy amikor elindult 1950-ben a város építése, akkor itt kb. A 20-25 ezerről álmodoztunk, akkor ez egy nagyon nagy fejlődés. A Magyar Dolgozók Pártjának központi vezetősége 1949 végén hozott döntést egy új, gigantikus vaskohászati kombinát és a hozzá kapcsolódó lakótelep felépítéséről, amelynek célja az volt, hogy megteremtse a hazai szocialista nehézipart. Az első 5 éves terv legjelentősebb beruházásaként Dunapentele határában 1950-ben megkezdődött az új település, akkori nevén Sztálinváros építése. A város főépítésze a Bauhaust megjárt Weiner Tibor volt. Ő készítette el a város rendezési terveit, valamint számos lakó és középületet is tervezett. Az 50-es években ebben a városban az átlag életkor körülbelül 35 év volt. Az önmegvalósítás szempontjából pozitív volt, hogy nem voltak hagyományosan betöltött funkciók, tisztségek. Miskolci Miklós író, újságíró. 1952-ben kamaszként került Sztálinvárosba, ahol később újságíróként dolgozott a helyi hírlapnál 1980-ig. Mindenkit. Ott választották ki a tanácselnököt, ott választották ki a művelődésház igazgatót, a könyvtárost, a brigadérost, és aki mutatta magát, abból az lett, ami akart. Az egész ország egy szürke, kedvetlen massza volt. Pálfalvi János és Csasztka Ilona, grafikus művészek. Mindenütt a kiábrándultság, a problémák, a gondok, és akkor eljöttünk egy városba, és itt minden zakatolt, pezsgett, nyüzsgés volt, fiatalok voltak, rengetegen, itt volt az egész ország. Mindenki Szaki néni volt. Olyan volt, mint Alaszka az aranyások idejében, hogy itt egy hangya volt. Leültünk valahol rajzolni, rögtön körbeálltak bennünket, hogy ez hogy van, miért csinálják, kicsodák maguk. És ne felejtsd el, hogy ott volt egy József Attila kultúrház a Baraksod végén a piac felé. Az egy barak épületben levő kultúrház volt. De országban máshol még mikrobarázdás lemezjátszó nem volt, és abban a művelődés házban már volt. És oda jártunk komoly zenét hallgatni. És képzeljétek el, hogy beültek nyilván pihenési szándékkal, de beültek melósok, malteros ruhába, koszosan ugyan, és hallgatták. Az 50-es években aki szerencsét akart próbálni, az idejött. Birkás István festőművész. 1953-ban költözött szüleivel Sztálinvárosba. Azóta is ott él és dolgozik. Fogta a lapátot, vagy aki a valóban így volt, börtönből szabadult, azt idehozták, hogy itt majd új életet fog élni.
Ez annyit jelent, hogy tulajdonképpen nem degradálódok, akarom mondani, de egy proletár réteg lakott itt. Pesti újságban jelent meg egy cikk arról, hogy ez a város milyen energikusan fejlődik, milyen, de a művészeti élete nulla, mert mindenki csak jön, megy, átutatik. Egy kötelességből járnak ide a művészek, jó pontokért. Igen, és senki nem hajlandó letelepedni. Erre anyám még mutatják ezt a cikket, kellett ez nekem. És most viszem be a főiskolán, hogy nézzétek, ez van. Hát ott kapásból 4-5-en mindjárt ugrottunk rá, hogy menjünk, akkor telepedjünk le ott. Megbíztak bennünket, hogy mi ketten jöjjük le, mert akkor már szó volt arról, hogy mi összeházasodunk. És mi ketten lejöttünk intézni a dolgot, és akkor jött a hidegzuhany, Sófaldi Tapolcai idejéhez, és mondták, hogy igen, összeáll. Jó, akkor maguk ketten jöjjenek, többet nem vállalunk. Értelmiség még mindig nem volt. Illetve első generációs értelmiség volt, akik nem ismerték az értelmiség szerepét teljesen. Értettek a gépekhez, szakértelmiségiek voltak. Eléggé csapásként ért sokakat, hogy ide kerültünk. Mert hihetetlen bizalmatlanság uralkodott itt általában az értelmiséggel szemben is. Tehát nem csak, hogy művészek, akik ilyen fellegekbe járnak, meg mit tudom én, csúnyának rajzolják le az embereket, mint amilyek és hasonló, de a pedagógusok is gyanúsak voltak. Gyanúsak voltak, ez már 56 után volt. Az orvosok, meg a mérnökök is. Nem volt szellemi élet, mert féltek attól, hogy a szellem emberei összejönnek. A megyén, ahol a Dunai Városiak is tanácskoztak, a megyei pártbizottságon, az illetékes felvetette, hogy elvtársak, döntsünk abban a kérdésben, hogy legyen-e helyi irodalom, helyi irodalmi élet Fehérváron, Dunai Városban, hogy legyen-e. Kis Kálmán magyar történelem szakos tanár, költő. 1963-tól él Dunai Városban. És azt mondja, azt kell megfontolnunk, hogy ha úgy döntünk, hogy lesz, abból baj támadhat. Mert ezek az írók olyan össze-vissza írnak mindent, nem gondolják meg, hogy mit csinálnak. Ezért minket jól megszíthatnak, meg az állásunkba is kerülhet. De ha nem lesz, akkor biztos, hogy nem kell semmiféle konfliktusra számítanunk. Ráadásul nekünk senki se fogja felrólni, hogy miért nincs. Egy olyan városba kerültünk, amiben nem ismertünk rá, arra a Sztálinvárosra, ahol valamikor művésztelepen éltünk. Egy totál konszolidálódás történt, minden meg volt merevedve, minden agyon volt szabályozva, a hangulata rossz volt már a városnak. A jó Tapolcai Jenő tanácselnök képzavara volt, hogy itt 10 éve, 20 éve, 15 éve, attól függ mikor mondta, itt még kukorica táblákat lengetett a szél. Na most ez ugye hatott az idegenre, hogy azt mondja, hogy 10 éve itt még semmi nem volt, 15 éve semmi nem volt. Azon kívül abszolút jól használták a számokat. Hogy azt mondja, 600 lakás épül évente. Amikor az egész megyében nem épült 100. Amikor Budapesten nem épült 600. És ezek a lakások világosak voltak, kétszobásak voltak, távfűtésesek voltak, amiről Magyarországon az 50-es, 60-as években álmodni se lehetett. Kaptunk itt egy panel lakást. Az volt az Magyarországon panel. Az első panelház. Abba kaptunk lakást. Emiatt aztán mi állandóan idejött mindenféle építészet iránt érdeklődőknek voltunk a bemutatóterme. Szólt reggel 6-kor a telefon, Weiner Tibi bácsi, Jánoskám, vinnék hozzátok egy portugál külgődöttséget, csináljátok egy kis rendet, jó?
a 60-as évek az ilyettség évtizede volt kezdetben. Az 56-os események után mindentől tartott a politika. Volt olyan, amikor kitört a kubai válság, a művészeket összehívták itt a pártbizottságon, és elmesélték nekik, hogy hogy kell érteni ezt az egész dolgot. Egy más alkalom, amikor a berlini falat építették, akkor a moziba kellett elmenni. Mindenkinek, de ez speciál, a kubai válság, az kimondottan kamara műfaj volt, mert ott a művészeket, meg az írókat szedték, meg az újságírókat össze. A kulturális élet az abból állt, hogy elmentünk moziba, a mozi premier filmeket játszott, szinte ingyen volt, fölépült a Bartók, ahová Budapestről lejártak a levezényelték a legnevesebb színészeket, előadó művészeket. Megalakult egy-két öntevékeny művészeti csoport, elsősorban a népi tánc csoport. Édesanyám még ide járt dolgozni az 50-es évek elején. Rácz Attila Cicero, koreográfus és táncművész, a 80-as évek elejétől él Dunaújvárosban. És még emlékezett olyanra, hogy a mostani buszmegálló helyén fabarakok álltak, és az egyikben volt ilyen önképzőkörös tánc együtteses tevékenység, tehát még a város így errefele sehogy nem állt, csak éppen a gyárat kezdték el építeni, és akkor is már kitaláltak olyanokat, hogy mivel lehetne azt a fennmaradó szabadidőt kitölteni. Nagyon népszerű volt a folklóra néptánc, de Magyarországon. Péterfi Attila táncművész. 1967-től 83-ig élt Dunaújvárosban, ahol 1980-ig a Vasas Néptánc Együttes koreográfusa és vezetője. Na most abban a városban, amelyeknek nem csak hagyománya, hisz minden úgy alakult ki, az első olyan bázis volt, amelyekre mindenki azt mondta, hogy na, néptánc, ez a miénk, és mindenki magáénak érezte a városon belül, akkor is a különböző tájegységekről kerültek, és a néptánc is különböző tájegységek táncait fogta össze. A 60-as években a konszolidáció éveiben érkeztek a városba a fiatal képzőművészek, elsősorban az összkomfortos lakás lehetősége miatt. Nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a város életébe, próbáltak alkotni, megélni, de hamar kiderült, hogy a város vezetése nem számolt velük, így a legtöbben komoly megélhetési gondokkal küszködtek. Egyesek éheztek is. Akkor már mi anyagilag nagyon szar helyzetben voltunk. Hát miért dolgoztam, kerestem, két hétig volt elég a kezdőfizetésre. Így van. Úgyhogy engem beprotezsáltak a vasműbe dekorációsnak. Betűket kellett írni, feliratokat, drapériákat szögezni az ünnepségek hátterére. Aztán egyszer csak gondolt valaki egyet, és kitalálták, hogy hát hülyeség, ittem művészeket, mert nem csak én voltam, akik így dekorálgattak, ilyen célra alkalmazzanak, hát ilyen művész vállalat szerződéseket kellene csinálni, és ez mondjuk az akkori város vezetése javára is írható tulajdonképpen, mert látták ezt a teljesen lehetetlen helyzetet. Kialakult egy olyan szisztéma, hogy minden művész évente leadott bizonyos műveket, akkor lejött a lektorátustól egy zsűri, leáraszta őket, és akkor megmondta a vasműnek, hogy hány forint van azáltal, hogy ez a vasmű tulajdonába kerülnek ezek a művek, jóváírva. Most még azt mondanám egyébként, hogy a művelődéshez nem voltak meg az urbanisztikai keretek sem, mert a Bartók művelődésház az eredendően egy
a város egyik kerületének a művelődésházaként épült, és ezért funkcióiban se színház nem volt, se bálterem, lakásokból összeszakított légtérben működött a zeneiskola, a múzeum, a könyvtár, a elhíresült vasműklub. Tehát nem volt meg az a infrastruktúra, ami inspirálta volna a kétszobás, jól fűtött lakásában elterülő embert, hogy kilépjen onnan. Weiner Tibor az akkoriban első szocialista városnak nevezett Dunaújváros nemzetközi hírű főépítésze, valamint a lokális értelmiség meghatározó alakja volt. Emellett az ide költözött művészek mentora is, aki meggyőzhető volt arról, hogy épüljenek műteremlakások. Neki köszönhetően 1965-ig végül 6 műteremlakás készült el az akkor alig 40 ezer lakosú Dunaújvárosban. Műtermekkel együtt megépült az új terem. Ugye akkor az volt az országban az első háború után épült kiállítóterem. És mit állítottunk ki benne? Konzerveket, gatyákat, ruhákat? Úgyhogy rájöttek a kereskedők, akik a politikához nem maszekok voltak, hanem ilyen állami akármik. Cégeknek a vezetői, hogy ez milyen remek hely ott, ilyen alkalmi kiárusításoknak. Úgyhogy kiderült, hogy amit mi kihajtottunk a művészek számára, hogy legyen kiállított, az évente két hétre állt a helyi művészek rendelkezésére, és akkor évente egyszer megrendeztük a Dunaújvárosi művészek éves tárlatát, minden köztes évben meg a Fejér megyei művészek tárlatát. Az Újic terem mellett a Dunaújvárosi kulturális élet egyik másik fontos színtere születik meg a 70-es évek elején. A bemutató színpad, melynek elindításában és fellendítésében a Néptánc Együttes vezetőjeként is ismert Péterfi Attila játszott meghatározó szerepet. A színház iránt érdeklődtem, hiszen színpadon éltem és dolgoztam, még táncosként is, de a színpad, a színház az halatlan vonzerővel tartott irántam. És akkor valósítottuk meg a Dunaújvárosi bemutató színpadot. Bartók Béla művelődési központ, azt tudjuk, hogy egy kerületi művelődési ház volt. Kis színpaddal, beton színpaddal, szóval sok minden ma már másképp néz ki természetesen, de akkor, hát akkor nagyon mostoha körülmények között volt. És akkor a Sófalvi István a Városi Tanács C-szárnyát, a nagy termét átalakította, színpadot teremtett oda, a világítást, tehát sok mindent megteremtett ahhoz, hogy ott elkezdjük a Dunaújvárosi bemutató színpad munkáját. És ez azért volt nagyon izgalmas, mert gyakorlatilag igazán stúdió színházak akkor még az országban nem nagyon voltak. Smuk Imre, a Bartók Kamara Színház művészeti vezetője. 1974-ben került Dunaújvárosba a Bartók Béla Művelődési Központ színházi előadó státuszába. Körülbelül rá 2-3 évre kezdtek úgy alakulgatni és kinőni a magyar stúdiószínházak. És 73 májusában bemutattuk a Kötélen a Niagara fele című darabot, amit hát végül is az Iglódi Istvánnal hoztunk össze. Aztán párosult hozzá a Bújtor István, és jött rendezőnek a Latinovics Zoltán, akit a Bújtor hozott. És jött rendezőasszisztensnek a Rutkai Éva. Aztán Sugónak a Jobba Gabi. Ma már kimerem mondani, hogy egy korszakalkotó dolog volt. Knódel Mária, a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza igazgatója. 1974-ben népművelőként került a városba. 83-ban vette át a Bartók Béla Művelődési Központ irányítását Péterfi Attila távozása után. Mert elindított egy olyan folyamatot, ami máig húzódó.
Úgy született például az első produkció, hogy helyi képzőművészek csinálták ingyen szerelemből a díszletet. A jelmezeket úgy adták össze, itt volt egy ilyen, hogy Vörös Október ruhagyár például, onnan hozták a jelmezeket, tehát nem volt pénz produkcióra. Amikor idejöttem, akkor egyrészt volt egy ilyen nagyon érdekes, nagyon izgalmas és nagyon szokatlan helyzet, egyfajta kísérlet, amiben én belecsöppentem, mint új munkatárs. A másik oldalról pedig volt egy nagyon-nagyon hagyományos, nagyon-nagyon, mondjuk úgy kicsit betokosodott úgynevezett színházi élet, ami állt a Vidám színpadból és néhány vidéki tájelőadásból, ami legfőképpen ugye vígjátékokat és operetteket jelentett. És ebben a színházi gondolkodásban az volt a legizgalmasabb, hogy az első Stagione társulat volt, ez 73-ban, ugye ami a kötélen a Niagara felettel indult, és Magyarországon akkor még nem létezett Stagione társulat. És tulajdonképpen ugye ezzel a 73-74-es, tehát a bemutató színpadi kísérletezéssel elindult egy olyan folyamat, amelynek részeként 1993-ban az állami költségvetés által támogatott hivatalos színház lettünk, annak ellenére, hogy soha nem volt olyan értelemben állandó társulatunk, mint bármelyik vidéki színháznak, és most sincs olyan társulatunk. Amikor az adott kor közönségéről beszélünk, nem szabad elfeledkezni, hogy nem mindenki jó szántából jött ide a színházba. Az nem úgy volt, mint ma. Ma az ember eldönti, hogy a kínálatból mi az, amire áldoz. Akkor nem úgy volt. Akkor úgy volt, hogy létezett ugye a brigádmozgalom, léteztek a vállalások, havonta ennyi színházi előadást nézünk meg, havonta elmegyünk az Újicterem kiállítását megnézni, ezt precízen dokumentáljuk a kis naplónkban, és a többi, és a többi. Lehet ezt persze szidni, lehet ezt gúnyosan emlegetni. Én nem gúnyosan emlegetem, csak mint tényt szögezem le, hogy nagyon sok ember úgy jutott el színházi előadásra, de ez ágában nem volt színházba jönni. Csak egy példát mondjak, hogy amit igazán egy-két emberen kívül nem nagyon tud senki, hogy 1976-ban mi Harold Pintert játszottunk régi időket Valló Péter rendezésében, Timár Évával, mint fiatal színésznővel. Azt a Harold Pintert, akit aztán jó néhány év múlva mutatták be utánunk Magyarországon, és mindenki úgy kezelt akkor, mint az lett volna az első bemutató, holott nálunk már volt a régi idők. Ugye, ami akkor egy eléggé merész dramaturgiájú és eléggé progresszív színházi előadás volt. Ez 84-ben lehetett, amikor Acél elvtárs ide látogatott a városba. Akinek mond valamit ez a név, hogy Acél elvtárs, az akkor tudja, hogy haptákban állt a város. Szóval itt akkor kőkövön nem maradt nála nagyobb hatalmat a kultúra és művészetek világában, akkor nem lehetett elképzelni. És Acél elvtárs nekem szegezte a kérdést, hogy miből gondolom én, hogy egy ilyen munkásvárosban a vasmű dolgozóinak Mrozseket meg Onilt kell játszani. Hát a kérdés persze váratlanul ért, és mondtam, hogy nem csak azt játszunk, kettő, azt gondolom, hogy ebben a városban nem csak munkások élnek. Ebben a városban van egy komoly igény arra, hogy valami igazán mélyen szántó, gondolkodtató, elvontabb művészetet is adjunk, mert komoly értelmiség él itt. Biztos, igaz. Valószínű, hogy a 80 főből 70 nem vasműs dolgozó volt, aki esténként ezen a nézőtéren ült. Ez tényleg igaz, de tele volt. Az egész országos viszonylatba helyezzük, akkor nekem most utólag az a véleményem, amit igazán soha nem mondott ki senki, hogy a hatalom hagyott különböző területeken különböző kicsi szelepeket ahhoz, hogy ugye bizonyos fajta
nyomásokat levezessem. És lehet, ezt mondom, soha nem mondta, de lehet, hogy úgy gondolkodott a minisztérium is, és annak idején mondom, a cérvtárs is, még ugye néhány évig akkor ő volt, hogy hát Dunai város, melós város, olyan nagy forradalmat nem lehet itt csinálni. Ha Péterfi Attila nincs, akkor nincs bemutató színpad. Hát ő megújította a tánccsoportot. Kitalált ilyen tematikus táncokat. Elfordult a teljesen a vétas népi tánc együttes formátumtól. És valamit akart. Ugye 1980-ig Péterfi Attila volt a Vasas Tánc Együttes vezetője. Már akkor is látszódtak bizonyos ilyen tematikus, dramatikus jegyek, de volt egy konkrét váltás 80-tól, Szögi Csaba és Nagyvért Anna Mária vette át a Vasas Tánc Együttest, és nyilván az ambíció egy másfajta szemlélettel, ez a nevezzük dramatikus vagy tematikusnak. Aztán lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy táncszínházi. Ami nem kifejezetten arról szólt, hogy jött egy koreográfus és megmondta Centiről, hogy miről szól, hanem itt nagyon sokat beszélgettünk, vitatkoztunk erről. Tehát nem az, hogy gondolkodtunk volna azon, hogy mit fognak szólni, és az a jó, hogyha megsimogatják a buksinkat, hogy de jó, hanem pont az volt benne a jó, hogyha még van benne egy olyan extravagancia, amire még azt lehet mondani, hogy na, hát ez... Húhat, lehet, hogy ez már kicsit sok. Az, hogy van egy professzionális tánckara a városnak, azért az is valahol ott 52-ben elkezdődött. De talán ezt a kettőt tudnám kiemelni, a képzőművészetet és a táncművészetet. Hogy az első perctől kezdve tudatosan és mindig előremutatóan, mert igazán nagy megtorpanásokra nem nagyon emlékszem, eljuthatott oda, ahol ma tart. Az első képzőművészeti szakkört Szabó Lajos szociálfestő indította. Tanítványai munkások, mozdonyvezetők és a városba betelepült görögök közül kerültek ki, valamint ide járt a fiatal Birkás István is. Ezt a kört vitte tovább néhány évig Svábi Lajos, majd távozása után ifjabb Koffán Károly. Az ő nevével fémjelzett, úgynevezett Koffán szakkörbe járt egy darabig Rohonci István, Várnai Gyula és Friedrich Ferenc, valamint Móder Rezső, Farkas Mihály és mások. A Szabó Lajos féle szakkört a Dózsa Filmszínház oldalában kialakított műteremszolgálati lakásban tartották. Svábi, majd később Koffán is ezt a helyet örökölték meg. Később azonban a Koffán szakkör a Bartók művelődési ház mellett található Rosti Pál esti iskolába költözött. Amikor Dunaújvárosra költöztünk, akkor a lakáspályázatunkban már megírtuk feleségemmel együtt, hogy szeretnénk az ottani képzőszeti élet megteremtésében aktív szerepet vállalni. Az komplex tervnek az egyik része volt a kiállítások megteremtése mellett a műtárgyak elhelyezése a városban, és itt a szabadiskoláról van most szó, egy szabadiskolai képzésnek a folytatása. Gyakorlatilag Svábi Lajostól vettük át az ő szabadiskoláját. És valahogy felvetődött, hogy csináljunk egy, tehát van a Koffán-féle kör, és csinálunk egy másik műhelyt. Friedrich Ferenc szobrászművész és kutatómérnök. 1963-ban érkezik Tolcsváról szakmát tanulni Sztálinvárosba. De olyan, tehát ez már műhely legyen, tehát ne egy rajzolós szakkör, hanem próbáljunk meg ott mást is csinálni. A Koffán szakkör ellenlábasaként is emlegetett amatőr műhely 1972-ben indult Birkás István vezetésével. Helyszíne a városközpontban a műteremházak alatt kialakított városi kiállítóterem az Újic pincéje lett. Eleinte társbérletben a kiskereskedelmi vállalat raktárával. Persze tudtuk, hogy a városban van egy amatőr műhely nevezetű ilyen stúdió. Rohonci István képzőművész, középiskolai tanár. 1968-ban egy somogyi kisfaluból költözik szüleivel Dunaújvárosba. Ahol ilyen furcsa dolgokat csinálnak, ilyen őrültek, ilyen hülye dolgokat csinálnak. Hajtogatnak mindenfajta papírokat és lenyomtatják, meg faragnak, meg mindenfajta dolgokat. Tehát ilyen nagyon modernek és nagyon hülyek. Tehát nem értenek semmit a szakmához.
A Koffen szakkörből Rohonczi István, Várnai Gyula és Friedrich Ferenc kapcsolódtak be a szakkör munkájába. Később többek között Lipics Vilmos, Keserű Zsolt és a későbbi Quimby zenekar frontembere Kis Tibor is a műhely tagja lett. És akkor ott szólt a zene, lent a pincébe, ilyen underground hangulat, és közben festettek ilyen emberek, meg ott volt a Tádé is, meg ilyenek, tehát ilyen, ezek ilyen gyűjtőhelyek voltak, amikor így lehetett, és ott meg lehet inni egy sört, és közben lehetett kicsit diszbaszolni ilyen tárgyakkal, és akkor úgy éreztük, hogy igen, ennek van valami létjogosultság, ez valami olyasmi dolog lehet, amiért az ember oda született a földre, hogy biztos nem az a lényege, hogy pénzt keressen, meg ilyen dolgokkal kössön magát, hanem csinálni valamit, meg közeget, meg szocializálódni egy jó helyre, meg társaság, és akkor ilyen jó dolgokat létrehozni. Abban az időben, amikor elkezdtük a Károlynál, annak az időszaknak volt egy behatárolt jellege, amit mi nagyon jól kihasználtunk, és a Károly is nagyon jól tudott irányítani bennünket. Várnai Gyula képzőművész. Második osztályos elemistaként 1964-ben költözött szüleivel a városba, Kazincbarcikáról. De hát, ami a Birkás szakkörbe volt, az egyfajta egy ilyen szabad gondolkodás, vagy együtt gondolkodás. Akkor a Gyuszi, a Várnai Gyuszi, akkor ő már a Pistához is járt rajzolni. És akkor ő mondta, hogy itt teljesen más a szemlélet. Tehát ebben a dologban. És én nem tudtam elképzelni, hogy lehet más szemlélet. Annak idején, tehát a szakmai alapokat nyilván, tehát a keresztül nagyon pontosan meg lehetett tanulni, tehát ezeket a dolgokat. És egyfajta szellemiséget is meg lehetett tanulni, lásd Zebegény. Tehát az ottani szabadiskola, Szőnyi szabadiskola, és annak az elvein működő dolog, természet elviség, meg tehát ezek a fajta gondolkodási módok. És ennek nem ellentmond, hanem azt mondom, hogy teljesen más a Pistának, a Birkásnak a szellemisége. A 70-es éveknek a modern művészete, ahol teljesen formabontó dolgok jönnek vissza, és akkor kezdett úgynevezett a nyugati szemléletmód bejönni. Egyáltalán, tehát kinyílott mindenki a világfa, és a Pista ezt a gondolkodást képviselte. Így. Most erre adott nekünk ő példát. Úgyhogy amikor a Pistának az első kiállításait itt láttuk itt az OIC-ba, akkor mindenki csak hüledezett és döbbenten látta, és fújogott és pocskondiázott, hogy hát ilyeneket, hát amit most már tanítunk művészettörténetben az Abstract Expressionizmus címszó alatt. És akkor erre volt jó, és most nem csak magáról beszélni, sok embernek ez a műhely, hogy itt volt egy ilyen folyamatos lét, ami amíg nem vesznek föl, addig pótolja tulajdonképpen a főiskolás létet. Jó volt ott nekünk. Jó. Tehát semmi, nem volt ilyen, hogy akkor most művészeket nevelünk, most tetsünk. Nem. Aztán, mikor megkaptuk az egészet, meg még a másik oldalt is, akkor csináltunk fotóműhelyt, kerámia műhelyt. Kinek mi ez volt kedve? Pista nélkül nem lehetett volna ezt megcsinálni. Tehát ő volt egy olyan agilis és egy olyan szuggesztív személyiség, aki egy ilyen udvar tudott maga köré, és bátorságot tudott adni a többieknek, az embereknek. És ez mindenkit le is nyűgözött. És éppen ezért döbbenetes, hogy visszagondolok most erre, hogy nagyon sokszor volt úgy, hogy napokig nem voltunk itt a pincében, és ott rajzoltunk, ott festettünk, és feljöttünk, és azt láttuk, hogy jé, közben még ekkora hó esett. Tehát, hogy egy embernek a neveltetésével azt hiszem, hogy több meghatározó személyiség kell, és ez nagyon nem jó, hogyha egy ember határozza meg az ő gondolkodását. És nekünk akkor így fogalmazok, hogy nagyon szerencsék volt, hogy itt a városban két olyan, mondjuk így képzőművész volt, aki két ennyire ellentétesen gondolkodott, és ebből mi számunkra sose volt probléma. Valami miatt, ugye nem tudom, vagy a városi tervező iroda, vagy a város kulturális vezetése figyelte azért, hogy itt mi történik, ugye a műhelyben. És ettől csak elkezdtünk feladatokat kapni a városi tervező irodától. Bizonyos kerámiákat, ilyen belső tereket meg is tudtunk csinálni. Tehát kvázi belső építészeti munkákat csináltunk. A Bartóknak a jelenlegi művész presszóját tulajdonképpen első alkalommal az amatőr műhely vitelezte ki, de úgyhogy azért meg is kapta az amatőr műhely a valamennyi pénzt, azt mi katalógusra fordítottuk, és ilyen önellátó
ként kezdtünk dolgozni. Hát volt ilyen, hogy kaptunk a tervező irodától egy megbízást, hogy tervezünk egy játszóteret. Tervezzük meg a város ülőkéit, a padjait. Mai napig, ami van a városban, a pad, ez a, az akkor ott készültek annak idején. Ezek a íves ilyen elemek, amik a vasműtön vannak még. Akkor szoborkihelyezéseket. Tehát egy idő után kezdett a város igényt tartani arra, ami ott folyik. Nagyon jó pezsgő művészeti élet volt itt, tehát az amatőr műhelyben. Tehát nagyon mindenki egymással. Tehát ez volt a 70-es évek második felé és a 80-as évek eleje. Tehát itt gyakorlatilag ez volt egy ilyen a kultúrának a láthatatlan mozgató ereje, tehát itt a városban. Tehát akik most valamint szinten működnek Dunajvárosban, mai nap Dunajváros kulturális életébe, a szó szerint mondom, hogy innét ebből az amatőr műhelyből ott megfordult és onnét nő ki. Tehát ebből a dolog. Tehát amikor elmentem, akkor itt egy nagyon nyüzsgő, nagyon pezsgő művészeti élet volt. Mindenki próbált valami többet lenni, valami más lenni, és mindenki, tehát nagy viták voltak, filmet forgattak itt le, minden, tehát itt nagy, tehát mint a, valami olyasmi lehetett, mint a Warholnak a faktoriba, tehát minden volt, tehát csak egy kisebb helyen, tehát ebbe a dologba, tehát ebbe a pincébe. Szerencsék volt, hogy nem egy légtérben voltak az anyaintézménnyel. Medvegy Zsuzsa 1972-ben érkezik Debrecenből népművelőként a Dunaújvárosi Bartók Béla Művelődési Központba. Tehát ez egy különálló épület volt, egy különálló része volt az intézménynek. Itt gyakorlatilag kaptak kulcsot ahhoz, hogy a pincében le tudjanak járni, tehát nem volt egy nyitvatartási rend, nem voltak különféle szabályok, amiket be kellett volna tartani. Tehát ilyen szempontból nagyon, hogy is mondjam, nyitott terület volt ahhoz, hogy ők itt tudjanak élni és létezni. Ezt csak azért mondom, mert a legtöbb klubnak, meg olyan formációnak, akik annak idején működtek, az volt a haláluk, hogyha intézményesültek. A Dunaújvárosi acélszobrász alkotó telep a 60-as évek második felétől Európában, majd a tengeren túlon is kibontakozó úgynevezett szimpózium mozgalom részeként jött létre 1974-ben. Az országban ez volt az első jelentős kísérlet arra, hogy a szobrászok nagyipari körülmények között dolgozhassanak. A Dunaújvárosi művésztelep néhány alkotójának ötletét tehát támogatta a vasmű, azzal, hogy biztosította hozzá a technológiát. Az első két évben a műszaki főiskola korszerűen felszerelt tanműhelyében olyan művészek valósíthatták meg terveiket, mint Samu Géza, Csályi Attila, Gulyás Gyula, Evzámbó István és Galántai György. A Pista, az erdész, meg volt egy Resznel Ernestin nevű népművelő, meg hát én is ott voltam. Elkezdtünk erről beszélgetni, és tulajdonképpen valahogy itt kell keresni az első mondatot, hogy akkor keresünk meg most végzett fiatal szobrászokat, vagy képzőművészeket, próbáljunk meg nekik anyagot szerezni, és az Ernestin ebben nagyon nagy motor volt. Hát a főiskola vezetéséhez fordultak, hogy mi lenne, hogyha a főiskolán elindíthatnának egy szobrásztelepet. Klein András 1953-ban költözött szüleivel Sztálinvárosba, majd az egyetem elvégzése után közművelődési osztályvezetőként dolgozott a Dunai Vasműben. Még hozzá, ugye miután itt a vas az kézenfekvő volt, hát egy vas szobrászati vagy acélszobrászati alkotótelepet. Hát akkori vezető még Borowski Ambrus volt. Hát Ambrus bácsi azt mondta, hogy hát rendben van, ő a vasanyagot, ami szükséges ehhez a munkához, azt a gyár természetesen hát biztosítani fogja. Egyáltalán nem tetszett ez az egész művésztelepes diott a város vezetőinek, szóval ez már sok volt nekik. Először az egészet adakta akarták tenni, abból jó nagy botrány is volt.
Reszler Ernestin Debrecenből frissen végzett népművelőként került Dunaújvárosba 1971-ben. Be akarták olvasztani az összes elkészült munkát. Ettől borultak ki egyébként a főnökök, hogy ezek köztéri alkotások lettek volna. Meg kis plasztikát vigyen mindenki, ahova akarja, hagyjon ott, mit tudom én, egy 30-40 centis melót, aztán áldja, vigye, nincs vele gond. Na, de az, hogy kikerüljön köztérre, rosszul lettek tőle. És akkor akkor az egészet be kellett tenni a partfalnak a telepére, mert a Galántai kiverte a balhét, hogy szerzői jogi pert akaszt a nyakukba, hogyha beolvasztják. Itt 1964-ben egy nagy partomlás volt, nagy partcsúszás volt. Akkor egy hatalmas partszakasz el is tűnt, tehát becsúszott a Dunába. Volt egy állami döntés, hogy ezt a partszakaszt rendbe kell tenni. Akkor létrejött egy partvédelmi mű, egy partvédelmi cég, megkezdődött itt a partszakasznak a teraszosítása. Ez a partfal, a sürge, ez a Varga István, ez egy nagyon együttműködő ember volt. És akkor én meg kitaláltuk ezzel a Vargával, hogy ez egy üzemi terület, nem a város, nem köztér, igaz, hogy itt látszott a legjobban. Azt mondta, hogy ő jobban van a Bondorral, fog kérni a partfalnak a ligetesítéséhez pénzt, és akkor kitaláltuk, hogy akkor oda lesznek ezek lerakva, mint üzemi terület. Na, a lényeg az, hogy tehát elindult valami, és a következő évben volt a Dunai Vasmű vezetésében egy váltás, és dr. Szabó Ferenc került a Dunai Vasmű élére, és akkor a Szabó úr azt mondta, hogy miért nem itt bent a gyárba történik mindez a dolog, hiszen a gyárban ehhez sokkal jobbak a feltételek. Azt láttam, hogy azok az emberek, akik részt vettek ezeknek a szobroknak a kivitelezésében, hát nagyon-nagyon megszerették ezeket a szobrokat. Sasvári Edit 1962-ben született Dunaújvárosban, 1985 és 88 között a Dunaújvárosi UIC terem vezetője volt. És akkor tényleg első kézből tudták meg azt, hogy tulajdonképpen mi is ez a szobrászat. Tehát ez nem úgy van, hogy ilyet én is tudok, vagy ilyet a gyerekem is tud, vagy nem tudom, hanem azt látták, hogy azért ez egy kemény, kemény dolog. És egy új kihívás elé is állította őket. Tehát ugye nem ez a szokványos gyári feladatsor volt, amit el kellett végezniük, hanem ők voltak a szakik, akiknek a saját kreativitásukat kellett belevinni azokba a szobrokba, amik sokszor tényleg csak ilyen vázlatszinten kerültek eléjük. És azt, ahogyan ők ezt végigkísérték, ezt az egész folyamatot egészen a kiállításig, és írtó büszkék voltak. Tehát akkor éreztem azt, hogy valahogy, hogy igenis a művészethez ki lehet alakítani egy olyan személyes viszont, egy olyan közegben is, akiknek egyébként nem közege a művészet. Nem azt gondoltam, hogy itt az 50 ezer vagy 70 ezer ember az most nyitott a képzőművészetre, de legalábbis van benne egyfajta tolerancia. És ami mondjuk egy komolyabb tradícióval víró városban nem. És akkor már nyitott voltam Fehérvárra, Kecskemétre, erre arra, ahol tudtam, hogy igen kemény meccseket vívnak a kortárs képzőművészek azért, hogy megéljenek a helyi tradíció mellett. És itt pedig nagyon jól funkcionált a KMI, vagy akkor Modern Művészeti Alapítvány újszterem. És hát ez mondom, annak is köszönhető nyilván, hogy ez egy teremtett város, hogy nem volt tradíció, tehát nem volt mire visszafelé mutogatni. Ugyanakkor teremtett képzőművészekkel, tehát ide lettek hozva, importálva képzőművészek a város születése mellett, csinált műteremmel, csinált galériával, és szóval más az, mikor beleörökölsz egy ilyen, belegyógyulsz, vagy belenősz egy ilyen régi lakásba, meg más az, mikor tessék itt egy lakás, és érzed még a festékszagot is. Jó, ehhez hozzátartozik, hogy talán itt mindig volt egy-két olyan ember, aki egy kicsit bátrabb volt, mint az átlag. Most itt a politikai, társadalmi vonalat tekintem. Például a pártbizottság kapcsán ugye Kóré Sándor, aki szerette, hogyha
az értelmiség ellentmond neki, természetesen mindig volt egy határ, amikor azt mondta, hogy na jó, most vége akkor a szabadságnak. Mi egy másfajta kultúrát szerettünk volna, amiről úgy gondoltuk, hogy ehhez a városhoz jobban illik. Hát végül is ez egy modern város volt, modern dolgokat csinált annak idején, magyarországi viszonyokhoz képest, főleg ha azt nézzük, hogy annak idején hogy el voltak anyagolva mondjuk ezek a történelmi városok, hogy nézett ki például Sopron, ahova még utazni se lehetett, szinte akkor hogy nézett ki Veszprém. Ehhez képest ez egy korszerű, élhető város volt, és egyáltalán nem illett hozzá az a fajta kultúra, amit ott emberek gondoltak, akik egyébként abszolút nem voltak kulturális szakemberek, tehát hozták azt a maguk otthoni ízlését, ami nyilván nem szólhat egy egész városról. Mert ugye azokban az években működött még, ugye itt a régi szocializmusról beszélünk, ugye működött még az úgynevezett brigádrendszer, működött a brigádvállalások rendszere. Az egészben volt egy nagyon vékony szelet, ami a kultúra szempontjából értékelhető volt. És arra gondolok, hogyha csak megpróbálunk játszani a számokkal, hogyha mondjuk 100-an azért vettek jegyet, mert be kellett tenni a brigádnaplóban, mert meg a szocialista brigád elnyeréséhez ugye teljesíteni kellett idézőjelbe. De ha ebből a 100-ból csak 5 úgy gondolta, hogy hát nem is jött rossz helyre, vagy nem is volt éppen felesleges az itt eltöltött idő, és azt az 5-öt meg tudtuk tartani később, akkor már az egésznek volt értelme. Itt valóban mindig egyfajta megszállott egyéniség kellett ahhoz, egy vagy kettő vagy több, de egyre mindenféleképpen szükség van ahhoz, hogy elindítson valamit. Hát adott egy város, amelyiknek túlnyomó része, én nem tudom, hogy mekkora hányada, de tulajdonképpen panellakásokból áll. Horváth Dénes 1969-ben Pécsről került Dunaújvárosba, ahol a zeneiskolában kezdett tanítani, melynek később igazgatója lett. Ahol ugye ott van a televízió, és az tulajdonképpen minden este a családnak a, hogy is mondjam, a kulturális igényeit többé-kevésbé kielégíti, úgyhogy az a réteg, amelyik ezen kívül még valamilyen viszonylagosan pezsgő kulturális életet igényelt, legyen az akár színház, akár zene, akár rendszeres képzőészeti tárlatok, azok azért a város lakosságának egy elég szűk rétege volt. És akik ugye így ezzel az igényel úgy egymásra találtak, azok nyilván ismerték egymást, mert hiszen és valamilyen szinten közösséget alkottak. Nem, én sosem értettem, amikor azt mondták, hogy ez munkásváros, nem létezik értelmiség, a kellős közepén nőttem föl. Varga Livius, a Quimby együttes egyik alapítója, 1971-ben született Dunaújvárosban. Nem mindenkit ismertem, de nyilván, hogy apóéknak megvoltak a hogy értelmiséget akarunk, akkor olyan barátokat, de nem csak ilyen barátaik voltak. De most tehát tényleg ügyvédek, tanárok, még művészek is jártak ebbe a társaságba. És ez nem az egyetlen ilyen kis zárvány volt Dunaújvárosban. A beszélgetésekből kiderült, hogy rengeteg társaság van ilyen. Tehát ott igenis pezsgett ez a fajta élet. Az úgy számomra egyértelmű volt, hogy Dunaújváros, az nagyon komoly kulturális élet van. Kiskoromtól ezt tapasztaltam, ezért amikor valaki ezzel a kimondhatom sztereotíp mondattal él, akkor az mindig így felhúztam a szemmondokim, hogy mit láttál belőle, Martinás szobrot, vagy mi? Az is egy jó, szép alkotás szerintem. Mindig volt helyben banda, tehát amikor beszélek azzal, aki előttünk két ivással volt, és csinálták ezt vagy azt a zenekart, és hírből hallottam, és találkozom velük, ó, persze, de hát előttünk, és kiderül, hogy itt mindig voltak garázsban rockzenekarok, itt mindig volt valami kis színházi dolog, hát attól függ, hogy mennyi erőt tettek bele. Nagyon jó összehasonlítási alap volt, amikor én feljöttem Budapestre, és elkezdtem mozogni undergroundban, meg fiatalok között egyetemista lettem, akkor nyilván egyetemi közegekben mozogtam. Nem éreztem semmivel, nem éreztem azt, hogy hú, a vidéki fiú most kinyithatja szemét. Mindent láttam otthon is. Csak nem úgy, nem olyan mértékben, nyilvánvalóan, amikor az van, hogy az ember be akar menni a sűrűbe, mert sokan azt hiszik, hogy azért menekül el az ember Dunaújvárosban, mert nem lehet semmit csinálni. Hát lehet. Lehet, de nyilván mindenkornak megvannak a maga korlátai, a jelenkornak is.
szál a levesben, szandál a frigóban, gyerekkor álom boroskép. Viszlát aranykor, szagokban lubickol, s elillan minden, ami szép. Mint teli hold az éjszakával együtt nőttünk, fel a fákkal, te időt sosem vicceltél. Sa-la-la-la. Köszöntünk, s láttuk, hogy mögöttünk egy kócos almot hord a szél. Ez itt már senkié, új utak másfelé, a vállunkon egy kompjúter egér. Mint teli hold az éjszakával együtt nőttünk, fel a fákkal, te idő sosem vicceltél. Sosem vicceltél. Mint teli hold az éjszakával együtt nőttünk, fel a fákkal, te idő sosem vicceltél. Sa-la-la-la-la.